Sziasztok, hagyományőrzők! Ma egy nagyon finom zalai csemegét fogunk elkészíteni, a krumpli prószát. A hozzávalói. 1 kg burgonya. 2-3 evőkanál liszt. 2 púpos evőkanál tejföl. 1 evőkanál zsír. 1 púpos teáskanálnyi só. Az elkészítése a következő. Meghámozzuk a burgonyákat. És a közepes méretű reszelőn lereszeljük. Fontos, hogy ne ezen a nagy lukó reszeljük le, mert ez a tócsni alapanyagához szükséges, viszont ehhez a zalai prószához azt ilyen finom apróra reszeljük le. Nagyon vigyázzunk a kezünkre, hogy ne reszeljük bele. A lereszelt krumpliba beletesszük először a liszt felét, és elkeverjük benne. Nagyon fontos, hogy ne öntsük le a burgonya levét, mert ehhez a recepthez fontos, hogy maradjon. Most hozzáöntjük a tejfölt. Először ennek is csak a felét, mert az állagán látjuk majd, hogy igényli-e még vagy sem. A sót mindenképpen hozzáadjuk mindet. Hozzáengedjük még a tejfölt. Nem tesszük hozzá a többi lisztet, mert fontos, hogy ez híg legyen, és hogyha sok a liszt benne, akkor nem csak az állaga más, hanem nem érezzük a burgonya ízét. Beleöntjük a masszát a tepsibe. Egyenletesen elsimítjuk. És most alulról megütögetjük a tepsit, hogy a buborékok is kimenjenek belőle, és hogy egyenletesen elterüljön. És betesszük a kemencébe sülni. Nagyobb kockákra vágjuk. És kiszedjük. Azért jó az ilyen vas tepszi, mert nem baj, hogy ilyen az alja, ilyen szép barnás-pirosra megsült. Nem baj, hogyha kaparászunk a tepsiben. El is készültünk a prószával. Jó étvágyat kívánunk, gyarapodjunk mindahányan. Várjátok a következő receptünket is. És szerintem nem kell bele több liszt. Meg a tejföl is higítja meg. Hát pontosan. Ja, hogy nem, de én már most egy kicsit majdnem sűrűlöm. A tejföl meg olyan sokat nem foglalta. Meglátjuk, de addig nem is bele, amíg nem szól. Jó. Csináljad, és közben majd mondjam. Mit? Jó, és gondolod-e, ha itt áll volna? Nagyon fontos. Ja, a lé. Igen, már rájöttem, jó. Én tényleg.